Igen, ez két külön gyógyszer, de egyiket rendszeresen tetszik szedni. Egyre többen fordulnak orvoshoz légúti betegséggel az elmúlt hetekben. Jellemzőek a vírusbetegségek is. Az általános vírusbetegségeket általános kezelésben szoktuk részesíteni. Ugye pihenés, nagyon fontos, a folyadékbevétel nagyon fontos, és gyulladás csökkentő gyógyszerek szedése, ilyen például ugye az aszpirin, kalmapirin, neocitrán, amennyiben valaki jelentősen kőz, akkor köptető nyálkoldónak a szedése javasolt, és a szövődmény esetén pedig a felkereséssel rendelőnek javasolt. Egyre több a koronavírusos esetek száma is. A Szekszárdi Kórház fekvőbeteg osztályain például október 2-a szerdától ismét kötelezővé tették a maszkviselést, mert egyre több betegnél és dolgozónál észlelték a koronavírus tüneteit. Egyre gyakrabban tapasztaljuk mi is, és hát a paciensek is ezt jelzik nekünk vissza, hogy több betegség okozója a COVID. Ez a COVID azonban nem az, amelyik az elmúlt években súlyos kórképzetet hozott létre, hanem megszelidült, és hasonlóan a többi vírusbetegségekhez csak általános tüneteket okoz, kivéve azoknál, akik eleve egyéb társbetegségekkel rendelkeznek. Tehát az idősek, kardiovaszkuláris betegséggel rendelkezők, vagy más súlyos immunbetegségben rendelkezőknek vigyázniuk kell, mert náluk azonban ez a COVID is okozhat súlyos következményeket. Maszkot minden légúti fertőző betegséggel rendelkező páciens viseljen, ezt mondja az orvos. Így, hogyha rendelőbe jön, itt is kéne viselni, de bármilyen társasági eseményen, ha részt kell vennie, akkor maszkba letegye ezt. Az őszi hűvös időben mindig megszaporodnak a légúti betegségek. Zárt terekben sokan is könnyen elkaphatják a fertőzéseket.